egész nap kapujéráztok itt a Fit Balance-on, legalábbis mióta én itt vagyok, azóta nyomjátok, ahogy látom, azért meg is izzadtok benne. Igen, igen, hát nem terveztük, hogy a napon leszünk, de hát ez dobta a gép. Nyilván hozzászoktunk, nyaranta ugyanis folyamatosan terembe edzünk, általában 30-40 fok van, Brazíliában is ugye nagyjából ilyen az idő, plusz még hozzátársul egy elég durva páratartalom. Mit kell tudni a kapujéráról? Kicsit avassuk be azokat is, akik esetleg nem ismerik ezt a hát harcművészetet egyébként. Jó, az alapkoncepció az, amit ha bárki is egy-két mondatot ismer a kapujéráról, az lenne, hogy 400 évvel ezelőtt a Brazíliába behurcolt rabszolgák, Afrikába behurcolt rabszolgák találták ki, hogy egy eszköz, egy fegyver legyen a kezükbe, arra, hogy a elnyomóikat, a rabszolgatartóikat legyőzzék, és el tudjanak menekülni az ültetvényekről be az őserdőbe. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy szép sztori. Nyilván 400 éve, amikor 6-7 napot dolgoztak ugye a rabszolgák, nem volt idejük egy komplet harcművészetet kialakítani, ez inkább egy törzsi tánc rituálé volt abban az időben. Aztán az 1900-as években több más harcművészetekkel összevonva alakult ki a kapujéra. Addig egyébként tilos is volt a 1930-as évekig, és akkor volt egy brazil kapujéra mester, akinek engedélyezte az ottani kormányzó, hogy kapujérát tudjon tanítani. Azóta ez inkább egy sportásszel idő. Tehát régebben az utca gyerekeknek, a rabló bandáknak a harcművészete volt, most már inkább egy kulturális tevékenység, ami ugye összevetve van a brazil kultúrával, a brazil zenékkel, brazil táncokkal. Itt egy-két év után minden kapoérás megtanul egy konyhanyelv, egy portugál nyelvet. Hogy látod, milyen mozgásforma ez, mennyire mozgatja meg jól a testet, vagy mi az a izomcsoport, amire a leginkább hatással van, vagy kinek ajánljátok a kapujérát, vagy ki az, aki számára ez jó lett? Azért teszek fel ennyi kérdést, mert hogy mivel már sport lett, ezért nyilván választható sport, ugyanúgy, mint mondjuk a labdarúgás, de hogy kinek jó a kapujéra? Igen, de van egy ilyen brazil mondás, hogy minino mule, tehát hogy fiúnak, lánynak, kisgyereknek, felnőttnek, mindenkinek, és ez baromira igaz. Nekem a legfiatalabb tanítványom 4 éves volt, a legidősebb pedig 53. Kortól függetlenül nemtől, látjátok itt felesbe vagyunk fiúk, lányok. Általában például nők, a mi edzésekünk sokkal többen vannak. Súlyra is, testalkatra is teljesen vegyes felvágott bárkinek. Az a lényeg a kapujérában, hogy mindig belőjük azt, hogy kinek milyen az edzettségi szintje, és fokozatosságra törekszünk. Tehát nyilván amiket láttok sókon, fellépéseken, hogy mindenki szaltózik, az egy-két év múlva jön. Nagyon szépen fel van építve az, hogy még egy szaltót egy 10 lépcsőfokon épített föl.